SP-vel még anno Ivi-ben írt rám, hogy lenne egy klipje, de nincsen büdzséje rá, úgyhogy ingyen elvállaltuk. Szevasztok, szép napot kívánok mindenkinek, elérkeztünk a Fanta kibeszélő legújabb részéhez, ahogy megszokhattátok, érdekes emberekkel és művészekkel beszélgetünk, ez ma se lesz másképp, egy táncművész stúdiójába jöttünk el, úgyhogy nézzük meg, hogy kiről is van szó. Tran Dukan, vagyis ismertem nevén Duki, vietnámi származású magyar táncművész koreográfus. Kisgyermekkora óta táncol, viszont az országos ismertséget egy televíziós tehetségkutató hozta el neki. A tánc mellett aktív zenei karrierje is volt, az éneklés mellett még producerkedéssel is foglalkozott. Díjátadók, videoklipek és divatbemutató koreográfálása mellett dolgozott már a K-pop egyik legnagyobb kiadójába és a JYP Entertainment-tel, sőt még Jennifer Lopez menedzsmentje is felfigyelt rá. Ő alapította a világhírű Red Van Dance Community-t, a hírnevük pedig azóta is töretlenül ível felfelé. Nem véletlen, hogy a YouTube csatornájuk már majdnem 1,5 millió feliratkozóval rendelkezik. Itt az ideje, hogy kicsit még jobban megismerjük Dukit. Duki, készültem neked villámkérdésekkel, egyből ami eszedbe jut, válaszolnod kell kicsit így bemelegítésképpen, jó? Rendben, rendben. Tánc vagy ének? Tánc. Koreográfia vagy freestyle? Koreográfia. Alvás vagy evés? Evés. Mik a kedvenc kajáid amúgy? Főleves, vietnámi főleves, azt nagyon szeretem. Azt is nagyon szeretem, igen. Meg van még, ami abszolút kedvenc, a pekingi kacsa, azt nagyon szeretem. Oké. Okay. Karrier vagy szerelem inkább? Karrier. Hoppá! Most már villámkérdésektől kicsit eltértünk, de karrier, oké okay, most. Mert a szerelmed régóta megvan. Igen, igen, és azért is mondanám most a karriert, mert a szerelmet úgy érzem, már kiépítettem, az stabil, és most a karrierre fókuszálok. Most miért a karrierről nem érzed úgy, hogy ez már stabil? Szerintem mindig lehet előrébb. Aha, vele. Mindig van fejebb, oké. Fejebb, igen. Melyik a kedvenc Fanta ízed? A mangót mondanám. Sima Fanta vagy zero? Simára, esküszöm. Álom vagy valóság? Álom, ami valóságnak tűnik. Oh! És végül ég vagy a föld? Ég. Jó, nagyon szépen köszönöm. Szerintem bemelegettünk. Duki, ha jól tudom, akkor a rajongóknak hoztál egy ajándékot. Ezt kérlek prezentálj nekünk, hogy mit lehet megnyerni majd tőled meg a Fantától. Jó. Igen, igen, hoztam egy ajándékot, méghozzá egy számomra nagyon fontos pólót. Uh-huh. És ez tényleg fontos számomra. Annyi a sztori erről a pólóról, igazából erről a táborról, hogy éppen Németországban kocsikáztam, és akkor a sofőr megkérdezte, hogy nekem mi a további célom a táncol, hogy mi lenne a nagy elismerés, és akkor mondtam nekik, hogy van egy bizonyos tánctábor, ahol nagyon szeretnék egyszer eljutni, viszont tényleg tök álom volt számomra, mármint hogy úgy mondtam, hát ez még szerintem vagy 2 vagy 3 év kell ahhoz, hogy mondjuk olyan szintre elérjek, vagy lehet, hogy nem is fogok tudni oda elérni. És tényleg ezt így elmeséltem az ottani srácnak, és másnap otthon feküdtem, felkeltem, és egy e-mailt kaptam konkrétan tőlük, amit nem hittem el, mert hogy tényleg számomra ez egy álom volt, és akkor behívtak ebben a tánctáborba. Igen, és azért is fontos számomra ez a póló, hogy ez számomra nem tudom azt. Ha jól értem, akkor ezt ott kaptad ugye ebbe a tánctáborba. Ja, igen, 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 mint táncoktatót részt vettem, és akkor minden táncoktató kapott egy ilyen hivatalos pólót. Ahhoz, hogy megnyerjétek ezt a relikviát, az mindenképpen írjátok ez a videó alá, hogy kit szeretnétek a következő kibeszélő részben, és akkor egy Duki is, meg egy fantás ajándékcsomagot kaphattok, úgyhogy érdemes mindenféleképpen kommentálni. Viszont most picit más vizekre elvezünk, kezdetekről beszéljünk. Én tudom róla, hogy Vietnámba születtél. Azt tekinted konkrétan a hazádnak, vagy inkább Magyarország, mert itt nőttél fel? Úgy érzem, sokáig Vietnámot tekintettem így hazámként, annak ellenére, hogy itt éltem. Viszont most már úgy gondolom, hogy egyenlő szinten van a két ország. Az egész családom kint van, egyedül élek itt Magyarországon. Bántottak téged mondjuk a származásod miatt, esetleg a általános iskolában, a középiskolában? Igen, igen, sokszor volt, azért így visszaemlékezve. Akkoriban még sok volt. Most szerencsére már azért enyhült a dolog. Ma már másképp gondolkozom, mint mondjuk tini korodban? Még igazából tökre gyereknek érzem magam. Nyilván kicsit komolyabb fejjel, nagyobb terhekkel a vállamon, nyilván a felnőtt élet az teljesen más, de azért próbálom tartani a lelkemet fiatalon. Kik voltak a nagy tinikori bálványaid? Michael Jackson szerintem majdnem minden táncosnak nagy példakép. Most sok ilyen kis popos, nyálasabb popzenét hallgattam, Backstreet Boys, NSYNC, aztán átment ugye Justin Timberlake, Usher, ilyenek, és aztán mindig
azokat az előadókat hallgattam, akik táncban is érvényesültek. És volt olyan dolgot tini korodban, amit manapság már cikinek éreznél? Volt, amikor én vágtam le magamnak a hajamat, aztán kicsit felnyírtam, aztán, és azt hittem, hogy menő, de így visszanézve már nem ugyan a menő, ilyen, az a csúcsos haj. Mikor kezdtél el táncolni, Düki? Hogyan emlékszel vissza az első táncmozdulatodra, akár vagy koreográfiádra? Hát így hobbi szinten még általános iskolába volt valami általános iskolai rendezvény, és ott léptem föl az egyik osztálytársammal. Apukám mutogatott nekem sok Michael Jacksonos fellépést, meg videoklippet. A családban esetleg van művész vagy táncos, vagy aki ilyen irányba indult el? Tehát akitől mondjuk örökölheted a tudásodat? Igen, valószínűleg apukám festőművész, és ő is táncolt régen elvileg, mármint így táncolgatott, fel is lépett néha, meg ő tanította meg nekem a moonwalkot, meg ezeket a dolgokat, úgyhogy elvileg tőle örököltem. Hogyan ismertétek meg egymást az SP-vel amúgy? SP-vel még anno Iviven írt rám, hogy lenne egy klipje, de nincsen büdzséje rá, úgyhogy ingyen elvállaltuk, és utána ugye jött a következő klip, és akkor tudta, hogy velem dolgozott, és akkor utána kialakult ez a munkakapcsolat, aztán ebből barátság is kialakult, és hát így dolgoztunk együtt évekig. Düki, a tánc mellett te zenei producerkedtél, és konkrétan előadó is voltál, tehát jártál fellépni, voltak videoklipjei, zenéid. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra, és az hogy jött neked? Először tánccal kezdtem, és akkor mellette egyre jobban felerősödött a zene iránti vonzalom, és akkor utána úgymond mindent autodidakta módon elkezdtem így csinálgatni. Belekóstoltam a zenei producerkedésbe is, saját dalokat is írtam, énekelgettem is, és szép kis korszak volt ez is, de ez már számomra úgymond a múlt. Tökre furcsa így belegondolni, hogy tényleg ott is tevékenykedtem, de egyszer lehet, hogy vissza kéne hozni, még nem most van, de ki tudja a jövőbe, hogyha majd lehet, hogy csinálok meg egy-két beatet, de szerintem mindenképpen csak így a magam szórakoztatása céljából csinálom csak. Ki az, akinek mondjuk a legjobban adtál a véleményére, vagy akitől a legjobban esett, hogy megdicsért? Például azt hiszem pont az egyik diátadon voltunk, és ott Puskás Peti jött oda hozzám, és gratulált, hogy tök jó dolgokat csinálok, és én az ő munkássága tökre tisztelem, úgyhogy ez nagyon, nagyon jól esett meg volt egy-két arc, Begi, meg Kassa TV Sám írt a Facebookomon, hogy gratuláltak a kliphez, hogy ez sokkal nagyobb nézettséget érdemelne, hogy valamit kéne ezzel csinálni, tehát sajnos így jött össze, úgyhogy de ezek a dolgok azért sokat jelentettek számomra. De nem baj, mert itt van neked a tánc, úgyhogy most táncoljunk egy kicsit, hogyha már itt vagyunk egy táncteremben. Let's go! Lilla és Ati segítségével akkor betanítanak neked egy egyszerű kis koreót a Full Finchi zenére. Jó. Készen állsz? Jó. Készen állsz? Megpróbáljuk? Hát készen állok, megpróbáljuk, de szerintem az neked egyszerű lesz, de nekem nem jó. Biztos. Nálunk ez a legalapabb szint. Fejfogás, fogod a sapidat, elviszed balra, jobbra, és utána tekersz. Egy és kettő ide. Aha. Lépés hozzá, okay. Lépsz egyet jobbal. Igen, jobb, és jobb, utána bal láb, úristen, de ugyanaz. Amit, hogyha rángatnál a fejedet, úgymond, 7, 8, ez az, 1, 2, 3, 4, innen le fogsz lépni bal lába. Tehát jobb, ez a dedós szint, hát, értem, jó? Ez a legdedósabb szint. Ez a dedós szint. Innen jobb kezele. Jobb kéz, vele. Ez a jobb kéz. Jézusom. Bal kéz. 5, 6, 7, 7. Mikor döntöttél úgy, hogy elkezdesz oktatni, vagy miért érezted azt, hogy neked tanítanod kell? 17 évesen jött rám az, hogy én tanítani szeretnék, de így visszagondolva azért az a tudás az elég csekély volt. De örülök, hogy elkezdtem, mert így az évek során ugye fel tudtam fejleszteni magamat a mostani szintemre. Jónak számított még akkor, amit csináltam, és így vonzotta is a tiniket, a fiatalokat, hogy én is szeretnék úgy táncolni, mint Düki idézőjelbe, és emiatt is sikerült. Mit szólsz ahhoz, hogy ez a közösség így évről évre egyre nagyobbá nőtte ki magát, és most már hatalmas? Tényleg hihetetlen számomra, főleg így itt a online médián a követőink száma, úgyhogy bátran kimondhatom, hogy európai szinten mi vagyunk a legismertebb táncos közösség, meg tánccsapat, úgyhogy igen, ez hihetetlen számomra, igen. Sok táncos videót csináltam, és szerencsére volt egy-kettő olyan táncos videó, ami vírus videóként terjedt az interneten. Igazából ezáltal sikerült külföldre is eljutnom, ezáltal sikerült meghívásokat kapnom, és utazzon azután. Voltak neked amúgy a karriered során nagyon nagy mélységek és nagyon nagy magasságok? Mondjuk én azt gondolom most, hogy
te éppen egy magas ponton vagy, de voltak esetleg olyanok, amikor kettelen voltál, nem volt inspirációd, és mindennel bajod volt? Igazából mióta elkezdtem így mindig egyre jobb és egyre jobb évről évre, de nekem is vannak olyan korszakaim, hogy alkotói válság, és igazából minden tök rendben van, de mégis nem tudom, így punnyat vagyok, kettelen, de szerintem ez a mai világhoz tartozik ez az állapot. Igen. Kik a példaképek itt táncban? Példaképek, nagyon sok név van, Lyle a Melvin Tim, hát igazából Los Angeles-i koreográfusok. Ha már koreográfia, akkor hányat találtál ki te életed során szerinted? Tehát, hogy egyrészt mennyi van a fejedbe, felejted-e ezeket? Tehát, hogy felejtesz-e közülük, vagy minden megvan? Vagy mondjuk hányat találtál ki te? Szerintem 150 koreográfia biztos van. De amit fejbe tartok, az mindig az aktuális évben a legnépszerűbb koreográfiák, amiket visszak mondjuk tanítani, azokat mindig fejbe kell tartom, és az kb. Ilyen fél évente van ilyen 7-8, amit végig arra a fél évre megjegyzek, de szerintem fél évente körülbelül olyan 25 koreográfiát készítek. És mi volt a legnagyobb embertömeg, amit konkrétan oktattál, vagy koreográfáltál? Körülbelül 800 ember volt egyszerre, akik tanulták a koreográfiámat. Ez most legutóbb Törökországban volt, de Belgiumban is volt, amikor 800-an voltak, úgyhogy igen, az számomra hihetetlen. Főleg, amikor visszanézem a videót, meg főleg, amikor föntről a színpadon látom az egész tömeget úgy mozogni, mint ahogy úgymond én diktálom, úgyhogy ez szuper élmény. Milyen helyiségben vagyunk most itt egyébként, Düki? Mi lesz itt, vagy mi épül, mi szépül? Igazából ez egy medencés helyiség volt, éppen a medence részegen állunk, és ez lesz a jövőbeli nagy tánctermünk, úgyhogy ez jelenleg a legnagyobb projektünk, és nagyon izgatottan várjuk, hogy benépesítsük ezt is, és táncolát tartassunk itt a diákokkal, meg a tanárokkal. Jöttek itt neked rajongói kérdések, úgyhogy ezt most tolmácsolnám, például Annuskapon 428, melyik az a koreó, ami nagyon megérintett, vagy valami nagyon személyes dolog fűz hozzá? Van egy koreóm, Kártyára címe a dalnak is, és igazából ez a koreó segített a legtöbbet az utóbbi időszakban a karrieremben. Úgyhogy igen, ezt is tanítottam a legtöbbet, ez is úgymond a legkedveltebb, meg a legnézettebb is a YouTube csatornánkon, úgyhogy ezt mondanám, és köszönöm Ambruskának a kérdést. Barta Zsófi, táncon kívül van-e más hobbid vagy munkád? Szia Zsófi, hát... Tényleg a tánc körül forog az életem, ez akármennyire hangzik. Már ez is lett a munkád. Igen, igen. És leginkább ezzel foglalkozom, szeretek videókat vágni, ugye, képeket szerkeszteni, a brandet kiépíteni. Igazából számomra ez a hobbi, meg a feltöltődés is egyben, és a munka is, ugye. Következő kérdésünk Major Esztertől érkezett. Mit tanácsolsz azoknak, akik szeretnek és tudnak is táncolni, és ezzel szeretnének foglalkozni? Szia Eszti! Azt tudom mondani, hogyha mondjuk hobbi szinten, vagy tényleg csak azért, hogy jól érzed magad, mindenképpen ajánlatos elkezdeni, mert nagyon sok pozitív energiát lehet ezáltal beszerezni. Viszont, hogyha komolyan akar foglalkozni vele, tényleg akár rendes munkaként, ahhoz tényleg nagyon meg kell dolgozni, meg az órákon is, meg gyakorolni is ezerrel kell, mert tényleg csak akkor lehet olyan szintre lépni, hogy mondjuk megélhess belőle egyszer, hogyha tényleg foglalkoztál vele, úgyhogy hogyha tényleg tánccal akartok foglalkozni, akkor csak komolyan. Düki, nagyon köszönjük, hogy itt lehettünk, baromi jól táncoltunk, és további sok sikert kívánok neked. Köszönjük. Nektek pedig köszi, hogy néztetek, mindenképpen iratkozzatok fel ide a csatornára, illetve írjatok kommentet, mert a Fanta és Düki közös ajándékát úgy meg tudjátok nyerni. Szevasztok, legközelebb is találkozunk. Peace! Beszélem magam, hogy jól van. A feles a buli, mert a pixa ott van. Kérem a fantámat, hol van? Ez nagyon fricsi valóban. Ez nagyon fricsi valóban. Ez nagyon fricsi valóban.